Kalotaszeg olyan, mint egy óriás karékenyér. Körülveszik a gyulai, a bélési havasok és a vigyázó előhegysége. S lassan ereszkedik le négy völgybe. Sebeskörös, Nádas, Almás és Kalota partja mentén nyugat-kelet és észak-dél felé. Közepét egy komor fenség foglalja el, középen Bánfi Hunyaddal. Három tájegységre osztható. Felszeg, a Sebeskörös Kalota mentén, Alszeg, az Almás mentén, Nádas mente a Nádas patak partján. Sok iparos is tevékenykedett itt, csizmadiák varták a kecskebőrből a rogyószárú rámás piros hímzett csizmákat, bujkavarrók a hímzett és gyöngyös kés bujkát, a harisnyaszabók a piros posztócsíkos harisnyát, szűrszabók a cifraszűrt, szűcsök a merrevalót, kalaposok a nemes kalapot csinálták. A falusiak úgy rendelték a csizmát, bujkát, merrevalót, hogy kikötötték, hunyadias legyen. A kaloteszegi felszeg és alszeg népviselete szinte sugározza a paraszti méltóságot, mértéktartó, mentes a cicomától, de a népet megillető díszességet magán viseli. Szigorú, hagyományos előírások határozzák meg, mikor mit viseljen a serdülő lány, az eladósorban lévő lány, a menyasszony, a menyecske, az özvegy és mit az öregasszony. A színek használata pedig utal a közösségre, ahonnan való. Házaikat, templomaikat kis és nagy írásos technikájú hímzésekkel díszítik. Az előbbi keskenyebb, az utóbbi széles fajtájú. A láncöltéses családhoz tartozik. A mintákat házilag szőtt kendervászonra, vagy gyolcsvászonra az íróasszonyok rajzolták. Innen az írásos elnevezés. Magyarvista Nádas mentén fekszik. Házai gazdagon díszítettek, gyakori a nyerges tető, homlokzatával az utcára néz. A homlokzatot csipkézett félkörív ékíti, gyakran a sugaras nap vagy páva. A Kolozsvárhoz közel fekvő Magyarvista és Méra vidékét feltűnően színes viseletéről nevezték el cifrasaroknak. Jó lehet ez is kalotaszegi viselet, de a felszeg és az alszeg méltósága pompájához képest sokszor már hívalkodóan cifra. Móricz Zsigmond 1942-ben járt itt, megnézett mindent, a házakat, a berendezéseket, a varottasok, a faragások díszítését, a kultúrházat, a templomot, a temetőt, és ilyeneket mondott. Az első csoda számomra az, hogy a kalotaszegieknek ez a viselete, faluja ma is megvan. De a második csoda az, hogy ebben a ruhában és faluban ilyen modern gondolkodású emberek laknak. Mennyi lelki gazdagság, idealizmus kell ilyen művészet megteremtéséhez és fenntartásához. Milyen erőt mutat ez a fajta, amely egy személyben földműves, iparos és kereskedő. És most szeretnénk bemutatni, hogy hogyan készül a kecskebőrből a piros színű rámás, rogyószárú, kalotaszegi hímzett csizma. Ezért elmentünk Miskolcra, Kovács Attila aranyérmes cipész és csizmadia készítőmesterhez,
aki harmadíziglen őrzi a mesterséget. Először édesapja, Kovács József, aranyérmes, cipész és csizmadia mester mondja el a család történetét. Édesapám csizmadia tanulóként végzett, és ilyen paraszt csizmákat készítettek. Ugyanakkor ez az apai rész, az anyai vonalon is a családban csizmadiák voltak, többen is. Ők nekik volt egy teljes műhelyük, ami végül is két külön családhoz tartozott. A későbbiekben Nagyváradon egy cipőipari szövetkezetnél dolgozott édesapám, és így ennek kapcsán kerültem én is a szövetkezethez tanulónak. Ugye kis korunktól kezdve édesapám, ahogy a csizmát fejelte, talpalta, javította, fótot vart, ezek mind olyan dolgok voltak, amit már én nekem a szemembe benne volt. A családunk 8 gyerek volt, ebből 5-en tanultuk a szakmát. Hát a nagyobbik fiam nagyon jó kézügyességgel rendelkezett. Kicsi gyerekkora óta látta azt, hogy a cipő hogy javítandó, hogy kell bizonyos helyzeteket megoldani. A későbbiekben úgy alakult a helyzetünk, hogy Attila februárba került a szövetkezethez, 1988-ba, mi pedig április 18-án eljöttünk Magyarországra. Egy év után ő elkerült Miskolcra. 2 évet Attilánál töltöttem, mert mi készítettünk kézzelvarrott férfi cipőt is, és ennek a tudását tulajdonképpen átvittem Attilához. Ott 2 éven keresztül tanultak, a műhely is, ő is. Ez egy német megrendelésre export férfi cipő volt. Ez volt egy igazi megmérettetés, amikor Németországban versenyt hirdettek már korábbi években is, ahol én részt vettem, de még Attila nem vett annyi bátorságot, hogy jöjjön megmérettetni magát. Engem csak elkísért a díjkiosztásra, és megérezte annak az ízét, hogy milyen érzés az ott lenni egy olyan nemzetközi iparosok közösségébe, ahol egyik a másiknak a tudásából tud tanulni. Így ő is eljött, és első alkalommal egy ezüst és egy bronzérmet sikerült nyerjen. A díjak, amit hát én nyertem, 98-ban voltam először, akkor 2 ezüst volt, 1 bronz. 2001-ben akkor már volt 4 arany és egy külön díj, amit a Német Bőrkészítők Szövetsége ajánlott fel. 2004-ben ugyancsak 4 aranyat nyertem, és akkor egy Európa Nívódíjat. A későbbiekben pedig volt még 2 arany, vagy 5 ezüst, és a legutóbbi évben akkor bronzéremmel zártam, ami tulajdonképpen úgy érzem most már a koromnál fogva is. Ez egy olyan megmérettetés volt, amit a fiatalság előtérbe kerül, és így mondhatom azt, hogy a fiamnak az az első jelentkezése, az ezüst, az szebben ragyogott, mint nekem a 4 arany. A következő alkalommal, amikor a fiam külön díjat is kapott, akkor elvitte a kalotaszegi csizmát, és
olyan nívós munkát, amit azon a csizmán készített, külön díjjal jutalmazták, és akkor Attila volt a részvételen részvevők közül a legeredményesebb, és hát ez egy akkora siker volt, amit tulajdonképpen ő egyedül önmaga jutatta magát erre a szintre, mert utána nézett múzeumokba a népi hagyományoknak a őrzői, még akik életben vannak, és felkereste Erdélyben is, és ez meg is hozta a gyümölcsét. Kevesen tudják, de ez a szakma, a csizmadia és a cipőkészítő szakma, vagy inkább úgy mondanám, hogy a csizmadia szakma és a vargák, csizmadiák és a vargák voltak a legnépesek valamikor szakma szerint a céhrendszer idejében, ők tették ki a céheknek a nagy többségét, tehát közel 40%-át tették ki az össz céheknek. És ez így Miskolcon is így volt, nagyon-nagyon sok csizmadia élt itt, és nagyon sok varga, tímár volt itt a környéken. Nagyon sokan voltak itt Miskolcon, és volt is egy ilyen történet az 1850-es évek környékén, amikor olyan sokan voltak már a vargák és a csizmadiák, hogy összejöttek a cégbeli emberek, és megvitatni azt, hogy egyáltalán mi legyen, mert nem tudnak megélni. És arra jutottak, hogy ha még egy ember kéri a felvételét a cégbe, akkor azt agyonütik. Ennek apropójára készült is egy képeslap, amit szerte az országban mindenütt megismertek, hiszen ezt kiadták és küldték mindenfelé, amin még az látható, hogy a 999. csizmadia vígan sétál Miskolc utcáin, és mellette a segéd rogyadozik az sok eladatlan csizmával, de jaj lesz az ezrediknek. Hát azóta eltelt 150 év, és megváltoztak nagyon a dolgok. Egyre kevesebben vannak azok, vagy voltak azok, akik cipőkészítéssel, csizmakészítéssel foglalkoztak, és mára szinte már eltűntek. Így hát én nyugodtan jöhettem Miskolcra, ide nősültem, és itt folytattam ezt a szakmát, amit a szüleimtől tanultam. Hát Miskolcon először egy kis cipőjavító műhelyt nyitottam, egy pár évig így tevékenykedtem, hogy cipőjavításokat készítettem, mellette egy-két új lábbelit is készítettem. Különleges kihívás volt, először találkoztam a csizmakészítéssel, hiszen a település, ahol élek és ahova kerültem, Kisgyőr, megismerkedtem egy fiatal emberrel, aki nagyszerű néptáncos, Barsi Csabának hívják. Én javítgattam az ő csizmáit, és egy alkalommal mondtam neki, hogy csinálok neked egy igazi, jó, remek csizmát, hogy ne kelljen mindig stoppolgatni a régi, elnyűjt, elhasznált csizmádat. És nem is tudtam akkor még, hogy mit veszek a nyakamba, de többszöri nekifutás és próbálkozás után végül is sikerült egy szép és jó csizmát készíteni a számára. És hát ez a hosszú út, amíg ez idáig elvezetett engem, hogy ez elkészült, addig utána néztem, hogy hogyan készült, mi volt ennek a története, a múltja, és megfogott. És egyre több tájegységnek a lábbeli viseletét kezdtem el felkutatni, utána nézni, hogyan készült. És azt láttam, hogy ezen a területen sajnos kihaltak az öreg csizmadiák, nincs utánpótlás. És úgy gondoltam, hogy jó lenne megtanulni ezeknek a csizmáknak az elkészítését, hogy ha nem is minden nap nem is foglalkozom ezzel, de a tudást megszerezzem, hogy ha eljön az ideje, én is tovább tudjam adni ezt a tudást, ha lesz rá olyan jelentkező, aki hajlandó megtanulni. Remélem, hogy a négy gyerekem közül valamelyik majd úgy szintén idővel ezt a szakmát fogja folytatni. Elkezdtem foglalkozni a népművészeti vonallal is, és ezáltal, ahogy én beleástam magam a
a múltba, akkor előjöttek mindenféle szakmai dolgok. Ahogy kutakodtam, különböző tárgyakkal találkoztam. Ez például egy vándorkönyv, ez egy közel 200 éves könyv. Tudni kell azt, hogy a céhrendszer idejében, amikor egy inas felszabadult és segéd lett belőle, akkor elkezdte járni a műhelyeket, és akkor lett belőle jó mester, illetve jó szakember, ha minél több műhelyben megfordult. És lehet látni, hogy ez a segéd bizony nagyon sok helyen megfordult, hiszen ahol eltöltött egy pár hónapot, fél évet, évet, ott bizony mindenfélét írtak róla, hogy hogyan dolgozott, hogyan viselkedett, és bepecsételte a mester a saját pecsétjét, és igazolta, hogy ő ott mennyi időt töltött el. És amikor már megfelelő tudást szerzett, vagy úgy gondolta, hogy már megfelelően felkészült, akkor jelentkezett egy cégbe, és ott mestervizsgát tett. Elkezdtem gyűjteni az ilyen relikviákat is. Ezt a táblát, ugye régen így üzentek a mesterek, illetve hívták össze a cégbeli mestereket, hogyha valami rendkívüli történt, tehát esküvőre, temetésre készültek, vagy bármi olyan esemény volt, ami sürgős összejövetelt igényelt, akkor ez a cégbehívó, ez mindig egy cégbeli embernél volt, és ez körforgásban volt időszakonként mindig másnál, és amikor megvolt a hír, akkor a céghagyja atya beletette ide az írott levelet, és ezt végighordták a településen a cégbeli embereknél, a mestereknél, benne volt az üzenet, elolvasták, visszatették, és ment a következő helyre. 1858-ból van ez a cégbehívó, és ennek még az a különlegessége, hogy ez egyszerre két cégben volt, a Csizmadia cég és a kötélverőknek a közös céhe, ugyanis céhek voltak, önálló céhek, és voltak közös céhek is. Tehát, hogyha egy kis település volt, és nem volt nagyon sok mester azon a településen, akkor közös céhet alapítottak egy más szakmával, de hogyha szép számban voltak jelen a szakma képviselői, akkor önálló céhet alapítottak. Kalotaszeg egy rendkívül érdekes tájegység, nagyon gazdagon díszített viselet jellemzi, úgy a ruházatra, mint a lábbelire. A kezdetekben puhaszárú csizmát hordtak Kalotaszegen, piros és fekete színben, és nem volt egyáltalán díszítve, fordított varrással készült. Kis idő múlva már három virág díszítette a fejrészt, és a kéreg részt ugyanúgy. Jellemzően a fiatalok hordták a piros csizmát, faluban elhagyták a piros csizmát, hiszen a nagyváros közelsége, Kolozsvár közelsége miatt egyre inkább teret hódított a fekete csizma, a félcipő, és egyre kevesebben voltak azok is, akik készítsék ezeket a lábbeliket. Tovább növelte ennek a csizmának a hiányát, hogy azok a lányok, illetve asszonyok, akik meghaltak, ha nem is tudták ráadni halott korukba már a csizmát, a koporsóba mellé tették a piros csizmát. És emiatt nagyon kevés is maradt fent. Jellemzően Kalotaszegen, vagy a kalotaszegi régióban településenként a motívumok picit változtak. Más volt inaktelkén, más volt bogártelkén. Tehát mindenütt más volt egy picit. Jellemzően mindenütt a tulipán és a kismadár az megtalálható, de mégis egy picit más formában. Talán a csizmadia mesternek az ízlése is belejátszott ebbe, vagy a szokása, hogy hogyan varta ezeket a motívumokat. Úgyhogy ezért többféle díszítménnyel is lehet látni ilyen csizmákat. Hogy hogyan készül, alapvetően ugye először is azt kell tudni a kalotaszegi csizmákról, ellentétben a más magyar csizmákhoz képest, hogy oldalt van összevarva. Tehát ezt egy oldalt varrott csizmának nevezzük, és külön fejrészből áll, külön szárrészből,
És az érdekessége az, hogy a fej a szárral fordítva van, tehát fonákul van összevarva, nem rátétszerűen, ez egy nagyon nehéz, technikailag nagyon nehéz, nehezen kivitelezhető munkafolyamat. A szára kemény, ki van keményítve, és a bokarészen rendezett ráncok vannak kialakítva, amik ki vannak merevítve, rogyós szárúnak, vagy ráncos torkú csizmának is nevezzük ezeket a csizmákat. Vannak olyan települések, ahol elhagyták ennek a berakott ráncnak, tehát ráncok nélkül is készültek, tehát ezek a régión belül is változtak. Szerették, hogyha kopog a csizma, szerették, hogyha a csizmának a sarka is ilyen díszes, karcsú, és még ott is rézzel volt az is díszítve. A talpa faszegesen készült, hasonlóan a többi Magyarországon található csizmákkal, viszont a díszítményét, vagy egyáltalán kivitelét tekintve azt mondhatom, hogy páratlan a magyar, vagy a Kárpát-medencében, nincs még egy régió, ahol ilyen díszes csizmát viseltek volna. Régebben Kalotaszegen is, mint annyi más helyen is Magyarországon, jellemzően egy lábas kaptafára készítették a csizmákat. Innen is van az a mondásunk, hogy egy kaptafára készült, hiszen az az úgynevezett egy kaptafa, az egy szimmetrikus kaptafa volt, nem volt jobblábas, ballábas, hanem erre az úgynevezett egy kaptafára készült el mind a két darab csizma, és úgy is hordták, hogy felvették a csizmát, este mikor levették, megfordították, ami a jobb lábon volt, azt vette fel másnap a bal lábára, és ugyanígy fordítva. És minden este megforgatták a csizmát, ezért forgatós csizmának is hívták ezeket a lábbeliket, és nekik az ő esztétikai érzésüknek ez úgy volt szép, hogyha nem volt fél oldalra kitaposva, ezért forgatták folyamatosan a csizmát. Aztán az 1900-as évek elejétől megjelent a jobblábas, ballábas, és ezek az egylábas csizmák egyre inkább eltűntek. Ami nagyon érdekes, hogy nem voltak különböző, tehát körülbelül három méretű csizmát csináltak. Csináltak kicsit, közepest, nagyot, nem volt ilyen, hogy nőibe 35-östől 41-esig, hanem volt kicsi, közepes és nagy, és hogyha egy picit megnézte, megpróbálta az egyiket, nem volt jó, akkor vette a másikat. Ha picit nagyobb volt, vagy baj belenő, vagy kitömködték, és jó volt, nem csináltak olyan nagy problémát belőle. Mindig ugyanazt az egy csizmát csinálták, ugyanazokat a motivumokat használták. Régen ez úgy készült, hogy volt egy fakeret, amilyen a minta, egy ilyen fakeret, és abba ezeket a motivumokat drótból belehajtogatták ilyen formára, a drótot bekrétázták, és ezt az egész keretet a dróttal együtt rátették a kiszabott alkatrészre, rányomkodták, és akkor meg tudott maradni rajta a jelölés. Nagyon gyakorlott mesterek szemre is varták ezeket a mintákat, de az leginkább akkor volt ilyen, amikor kevésbé díszes volt, mert itt most lehet látni, hogy ezen rengeteg a motivum, rengeteg, és ez még nem az összes jelölés, amit most ráteszek, hanem ez csak egy támpont. Ez egy jelölőtól, ez egy olyan festék van benne, ami nagyon könnyen lejön a bőrről. Tehát gyakorlatilag most ez így ki van jelölve, és bocsánat, tehát ezt, hogyha én rájelölök, ezt így le lehet szépen törölni. Tehát nem marad nyoma, nem olyan, mint a normál golyóstól. Tehát, mint ahogy lehet látni, nem mindenütt van jelölés, úgyhogy némi gyakorlat kell már hozzá, hogy az ember tudja a mintát, hogy hol kell szépen varni. Először a sárga cérnával szoktam kezdeni, utána következik a zöld és a fehér, a három színű varrás lesz ezen a csizmán. Itt már gyakorlatilag lehet látni, hogy előre haladtunk a munkával, tehát ugye elkezdtük a sárga fonallal, utána a zölddel, és a fehérrel
fejeztük be. A díszítményeket, minden egyes alkatrészt így ki kell szépen varrogatni, és amikor megvan, akkor az alkatrészeket össze kell varni. Első lépésben a fej és a szárnak az eleje kerül összevarrásra, fordított módon, tehát a kifordítva kell összevarni, most már nem látszik, mert már a bélés is benne van, de kifordítva van összevarva, visszájára fordítjuk, és utána egy kierősítjük a hátoldalán bélésanyaggal, és két oldalán szépen kivarjuk. Amikor az eleje össze van varva, akkor a szárnak a hátsó részét is összevarjuk az elejével, ugyanilyen kifordított módon. Ez lesz a csizmának a belső oldala, bocsánat, a külső oldala, és mikor ez is szépen össze van varva, akkor következik a zöld szegélynek a felvarrása, azt is kifordított módon varjuk össze, itt meg lehet nézni. Amikor ez így szépen megvan, ilyen módon, mint ahogy itt látható, akkor tesszük bele szépen a vásznat, ami ki fogja erősíteni, ki fogja keményíteni majd a csizmát. Úgyhogy most innen fogjuk folytatni, beletesszük szépen a vásznat, levarjuk, és beletesszük a sámfát, hadd keményedjen a szára. Vásznat kell betenni ahhoz, hogy elég merev legyen. Itt a fejnél kivágjuk a fejnek a vonalát. Kender? Hát ez egy, igen, ez egy kender vászon, ez egy ilyen ritka szövésű, tehát viszonylag most van egy tartása, mert még majd, hogyha benedvesítjük, akkor szépen megereszkedik, és azért kell ilyen ritka szövésű legyen, hogy a csiríz az szépen belehatoljon, tehát az anya a rostok között, a szövés között helyezkedjen el. A rogyó rész kialakításához, tehát a boka résznél, itt a bőrnek a fonákát is benedvesítjük egy kicsit, mert itt nagyon fontos, hogy jól alakítható legyen majd a bőr, és megpuhuljon rendesen. És akkor beletesszük a vásznat, csak először is lekenjük a teljes felületet csirízzel. Mindig is csirízt használtunk, ez egy természetes anyag. Gyakorlatilag ez egy keményítő. Mi nem csináltunk csirízt, én csak azt tudom elmondani, ahogy az én szüleimtől, illetve gondolom édesapám is a nagyapjától hallotta, hogy a lisztből nyerik a csirizt, de ez nem az a fajta csiríz, amit mi ismerünk, hogy a lisztet gyorsan vízzel összekeverjük, és akkor gyorsan csiríz lesz, hanem maga a lisztet vízzel összegyúrják, olyan lesz, mint egy tészta, gyakorlatilag nem sok vízzel, és utána azt a tészta jellegű gyurmát kimossa ezt a fehér keményítő részt belőle, és az a sikértartalom marad meg benne, és egy kiló lisztből marad körülbelül olyan 25-30 dekányi. És ezt utána ugyanúgy, mint egy tésztát kinyújtják, és megszárítják. És mikor ez megszárít, mint egy lebbens tészta olyan lesz, összetörik szépen, és ezt így tudják tárolni. És később, amikor szükség van rá, akkor vesz egy maroknyi ilyen szárított csiriszt, szépen bele teszi egy edénybe, tölt rá vizet, hagyja, felveszi a vizet a csiriz, ami fölötte van letölt, és utána összekeveri, és lesz egy ilyen massza belőle. A mai ragasztók, amik most vannak, ugye ezek az oldószeres ragasztók, ezt nem tudják produkálni. Amikor be van kenve, onnantól kezdve akkor a bélést is szépen beleillesztjük. A bélés az általában a szárba oda
sertésbélést tettek, a fej részébe oda nem mindig, oda már leginkább vásznat szoktak. De volt, amikor a szárba is vásznat tettek. Ami nagyon fontos, hogy a kéreg résznél oda viszont mindig egy erősebb anyagot kellett tenni, akár a felső bőrből, vagy egy marhabőrből, hiszen itt a sarok jelentősen igénybe vette. Gyakorlatilag a felső rész készen van. Viszont amit lehet látni, hogy ennek ez a különböző hosszúságú csizmá, van, aminek nincs ilyen nagy hosszú szára, és csak ennyi. Uh-huh. És ez a sámfa egy olyanhoz készült, ami egy ilyen rövidebb. És most itt a hamarabb elindul ez a cakkozás, és emiatt ezt a bőrt bele kell tenni, hogy ne üssön, ott, ahol nem kell, ott ne legyen ráncos. Uh-huh. Tehát ezt odáig letesszük, és onnantól mehet majd a ráncolás. Amikor a sámfát beletesszük, arra kell figyelni, és hogyha nem helyesen kerül bele a sámfa a csizmába, akkor elferdülhet az egész csizma. Csizmába kell majd kéreg, meg ormerevítő, hogy legyen tartása. Azokat ilyen vastagabb nyakbőrből készítjük, úgyhogy ezt be kell áztatni egy kicsit, és hogy könnyebb legyen megmunkálni. Ez pedig a kaptafának a talbérése lesz. Ezt is elő kell készíteni. Hámás csizma az azt jelenti, hogy van egy ilyen bőrcsík, uh-huh. és ez az úgynevezett ráma, ami majd körbe a talp mentén szegélyezi gyakorlatilag a csizmát, uh-huh. ugyanúgy, mint egy keret, vagy mondjuk uh-huh. ugye a képre is, hogy rámája van a képnek, ugyanígy a csizmának is rámája van. Ez kerül a kaptafának az alsó részére. Régen, mint ahogy a szó is mutatja, kaptafára dolgoztak, tehát a kapta az fából készült. Már most a mai világban már egyre inkább a műanyag kaptákat használják, de helytelenül még mindig kaptafának mondjuk, holott uh-huh. műanyag kapta lenne. Tovább tart a műanyag kapta, és ugye benne van az is, hogy egyre kevesebb fát használnak, tehát vágnak ki, és nagyon hamar elhasználódik a kaptafa. Utána azt kidobják, vagy eltüzelik, és akkor utána újat kellene megint. A műanyagnak háromszoros az élettartalma, ugyanúgy nagyon jól lehet rá dolgozni. Nyilván jobb lenne a fa, mert ez egy barát, tehát közelebb van az emberhez, legalábbis hozzám mindenképpen. De már egyre kevesebb olyan hely van, ahonnan lehetne beszerezni. Ez már egy sokat látott kaptafa. Különböző pótlások, ahogy éppen készültek a cipők, valamelyik mesterember, aki erre dolgozott, az készítette. No, akkor most már nem marad más hátra, mint még azt is megnézzük, hogy a kaptafára hogyan illeszkedik a felső rész. Elérkezett a fára húzás ideje. Tehát, hogy könnyen kijöjjön belőle a kaptafa, ezért ilyen papírt teszünk, és akkor ezzel megkönnyítjük a dolgunkat. Elkezdődik a kaptafára való felhúzása a felső résznek. Aztán, mikor már így kaptafára van húzva, ezeket a keményítéseket ki kell kalapálni, hogy ne legyenek, összetömörödjön egy részt, és ne legyen durva a lábnak.
Tehát amikor már ki van szedve... minden innen, akkor megkalapáljuk a kérget is. Nyilván 100 évvel ezelőtt nem voltak jó ragasztók, erről már beszéltem, hogy olyan csiríz volt, és a rámát is csirízzel, illetve faszöggel rögzítették. Most már vannak nagyon jó minőségű ragasztók, és a talpat, tehát kifejezetten azokon a részeken, ahol fontos, tehát a csizma szárának a kikeményítése, a kéreg, az ormerevítőt, azt mi is ugyanúgy csirízzel használjuk, viszont már a talpat most már nem csirízzel tesszük fel, hiszen ettől vannak jobb megoldások is, és azért, hogyha valamit lehet jobbá tenni, de úgy, hogy azért még megőrizzük azokat a tradicionális elemeket, akkor én azt mondom, hogy ami jó, az használni kell. És a talpat ragasztották fel csirízzel, de azt se tudták megvárni, hogy megszáradjon, hanem rátette csirízzel, bekente mind a két oldalt, szépen ráhelyezte, egy-két helyen faszöggel megakasztotta, hogy valami megfogja, és akkor utána tudta végig leszegelni az egész talpat, mert akkor már a faszeg fogta. Ide a sarok részhez régen is, és most is, tehát régen is alkalmazták, és most is fogunk tenni egy erősítő vasat, mert ugye ez tartja meg az egész lábboltozatot, így van. Régen volt egy olyan ragasztó, aminek az volt a neve, hogy ágó. És hát az egy nagyon agresszív, ilyen nitró alapú ragasztó volt. Egy bőrrel ezt itt lefedjük, és azt leszegeljük. Ez egy nagyobb cipőhöz lett készítve. Úgyhogy ezt most már a rámát vissza fel is tehetjük. Úgyhogy ezt nem fogjuk körbe tenni, hanem csak itt az elején. Lágy, tehát itt az elején a cipőnek. És akkor most jön az, hogy leszegeljük. Tehát régebben, ahogy mondtam is, a rámát nem ragasztották, hanem vezették, és szépen szegelték sorba. Mint ahogy majd a saroknál fogom megmutatni, mert ott egy úgynevezett sarokrámát fogok felvezetni, és azon majd jól lehet ezt látni. És akkor most kezdődik a saroképítés, és ennek ez az első része, ez az úgynevezett sarokráma. Meghatározzuk a saroknak a hosszát. És kialakítunk egy sík felületet, hogy tudja fogadni a következő réteget. Ezt is levágjuk, és leszegeljük. És így jön a következő és a következő rét.
magasabb a sarok, annál kisebb a húzása. Így. Tehát gyakorlatilag így épül fel szépen rétegről rétegre a sarok. Utána, amikor már megvan a saroktömb, alakítjuk ki faragással és reszeléssel a saroknak a formáját. És akkor itt már lefestettük a talpszélét. A tetejére részpatkó kerül, mert ez egy sajátossága a kalotaszegi csizmáknak, hogy rész volt a legfelső réteg, mert a kalotaszegiek azt szerették, hogyha kopog az úton, amikor járnak, és akkor ennek egy ilyen szép. Egy részpatkó, így van, egy részpatkó. Csinálták úgy is, hogy két patkót is tettek, tehát volt először egy kisebb, és arra tettek egy nagyobbat, de általánosan egy darab volt, ami jobban elterjedt.